Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A Szüreti Fesztiválon fosztogattak, a rendőrök gyorsan elfogták az apát és annak 15 éves fiát. Széchenyin a Bonyhádon a helyi általános iskola névadójára emlékeztek. Ukrán gabona dömping, nehéz helyzetben vannak a hazai termelők. Solymár Imre emléknap, a helytörténészre emlékeztek. A rendőrök néhány órán belül elfogták azt a szekszárdi apát és annak 15 éves fiát, akik a Szüreti Fesztiválon erőszakkal arra kényszerítettek egy külföldön élő férfit, hogy pénzt vegyen le a számlájáról és azt adja át nekik. A fosztogató páros ellen a mostani esettel együtt közel 40 bűncselekmény miatt nyomoznak az egyenruhások. A szekszárdi Szüreti Fesztivál első estéjén több bejelentést is kaptak a rendőrök, hogy ismeretlenek árusoktól is egy kocsma pultjáról loptak. Emellett egy helyi férfit is, aki egyébként külföldön él, megfenyegettek és erőszakkal arra kényszerítették, hogy a bankautomatából vegyen ki nekik pénzt. A kollégáim azonnal nyomozásba kezdtek, és rövid időn belül sikerült azonosítaniuk egy 15 éves fiút, valamint édesapját, egy 41 éves férfit, S. Jánost, akik mindketten szekszárdi lakosok. A férfiak azt követték el, hogy a férfit, aki ittas állapotban volt, megkeresték, és erőszakkal arra rávették, hogy pénzt vegyen ki az automatából közel 500 euró értékben, és ezt adja át a részükre. Az apa-fia páros tagadta bűnösségét, azonban minden bizonyíték arra utalt, hogy ők voltak a fosztogatók, akiknek egyébként már nem először gyűlt meg a bajuk a törvénnyel. Az édesapa több mint 200 bűncselekményt követett el az elmúlt időszakban Budapesten, Dunaújvárosban és Szekszárdon, gyermeke pedig több mint 50 bűncselekményt követett el, ezek zömében lopások. A rablás miatt mindkettőjük egy gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. Ezt követően az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta mind az édesapát, mind pedig gyermekét. A 15 éves fiú javítóintézetbe, az apa pedig rács mögé került. Az eset körülményeit a szekszárdi rendőrkapitányságon vizsgálják, amely során kiderült, hogy a Szüreti Fesztiválon történt két lopásért is ők felelnek. A kötelező akciókat az eredeti szeptember végi határidőről az év végéig meghosszabbítja a kormány, mondta a Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő. Hangsúlyozta, az online árfigyelő és a kötelező akciók is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre inkább csökken Magyarországon az infláció. Közölte, az élelmiszerinflációt a decemberi tetőponthoz képest már több mint a felével sikerült csökkenteni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy a kötelező akciókat az eredeti szeptember végi határidőről meghosszabbítja december 31-ig. Nehéz fél év elé néz a magyar malomipar, amihez nagyban hozzájárul a külföldről behozott olcsó ukrán gabona. Ennek megállítására behozatali tilalmat alkalmaz az ország, hogy ezzel is segítse a hazai termelőket. Szakemberek szerint azonban az egyre növekvő energia árak is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kenyér ismét drágulni fog. Az ukrán-orosz helyzet már a 2021-2022-es évre is hatással volt a gabonapiacon, ami jelentősen átírta az európai árakat és arányokat, ezzel jelentősen visszavetve a malomipar teljesítményét az országban. Ez részben a fogyasztás csökkenésének is köszönhető, részben pedig a liszt import-export arányának a megváltozásának tulajdonítható. A 2023-as aratási évre teljesen igaz az, hogy 50%-ot esett a 2022-es aratási évhez képest a terményeknek az ára. Ennek az oka továbbra is az, hogy a piacunkon van az ukrán termék, de most már nem feltétlenül a magyar piacon, mint ahogy láttuk az elmúlt napokban történt kormányzat és több európai tagállamnak a döntés is az, hogy nem engedik be a magyar határokon belül az ukrán terményeket, ami egyébként nagyon helyes. Az Európai Unió májusban engedélyezte 5 tagországnak, köztük Magyarországnak, hogy megtiltsa az Ukrajnából származó búza, kukorica, repce és napraforgó importját, hogy ezzel védje a helyi gazdákat. A bizottság azonban most a tilalom feloldása mellett döntött, mert úgy ítélte meg, hogy május óta hozott intézkedések hatására megszűntek a piaci torzulások. Azonban országunk a továbbiakban is fennkívánja tartani az ukrán gabonára vonatkozó behozatali tilalmat,
ezzel is védve a hazai termelőket. A magyar ágazatnak további problémát jelent, hogy az őrléshez betárolt búzához 130-140 ezer forintos tonnánkénti áron jutottak a malmok, ami annak is tulajdonítható, hogy aszályos év volt, melynek következtében a belföldi megtermelt búza mennyiség és egyéb termények jóval elmaradtak a szokásos éves termés átlagtól. Ehhez képest elsősorban az ukrán gabona beáramlásának, illetve a gabona tőzsdén zajló folyamatoknak köszönhetően a búza tonnánkénti ára 90-95 ezer forintra csökkent, így a malmok még a drágábban betárazott gabonából őrölnek, miközben a piacon már olcsóbb a búza. Magyarországra sem egy kiló búza nem kell, sem egy kiló búza liszt nem kell, de ugyanígy igaz az a kukoricára vagy egyéb terményekre is. Hogyha megnézzük, jelen pillanatban nem is ez okozza a fő problémát, hanem az a fő probléma, hogy ezek az ukrán termékek számtalan olyan európai országba bekerülnek, ami egyébként Magyarország klasszikus piacai, így főként Olaszország, tehát búzából mi közel 1 millió 100 000 tonnát exportálunk normál esetben. Hát ez az idejében biztos, hogy el fog ettől maradni. Megfigyelhető ez a negatív arány a liszt esetében is. Még a korábbi években Magyarországnak nagyságrendileg 200 ezer tonnán alakult az éves liszt kivitele is, a behozatal körülbelül 50 ezer tonnát tett ki. Ez az arány azonban felborult, jelentősen felerősödött az import, és pillanatnyilag nagyobb mennyiségben érkezik liszt az országba, mint amennyi kimegy. Megállapítható, hogy a megugró energiaára kiszorongatják a szektort, így tovább emelve a kenyér és pékáruk összegét. Hatalmas érdeklődés övezi a Petőfi 200 emlékév keretében megvalósuló magyar géniusz vándor kiállítást. Eddig összesen 150 ezren tekintették meg a vidék géniuszait felvonultató nagyszabású tárlatot, amely már a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban látható, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A kormány 3,5 milliárd forinttal támogatja a programot, melynek keretében 2024 végéig 38 állandó, 26 időszaki kiállítás és 39 tudományos projekt valósul meg. Utóbbi része a vándor kiállítás, melyet hatalmas érdeklődés kísér útja során. A téma forradalmian új, hiszen magyarságunk örökségét, a vidék legjelentősebb műtárgyanyagát még soha egy helyen és egy időben eddig nem állították ki. A reprezentatív és grandiózus kiállításon a látogatók megismerik a vidék géniuszait, a vidéki muzeális intézmények legértékesebb és legkülönlegesebb műtárgyait. 67 intézmény 154 történeti, régészeti, néprajzi és művészettörténeti műtárgya mesél a résztvevőknek az elmúlt két évezredről, írták. A Bonyhádi Általános Iskola névadójára, Széchenyi Istvánra emlékeztek. Az intézményben ez már hagyománynak számít. Többek között ilyenkor díjazzák a legeredményesebb diákot, és az újonnan érkezett elsősöket is iskolapolgárrá avatják. Személyes példamutatásával megindította a később reformkornak elnevezett korszak változásait, és annak egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált. Névadójuk előtt tisztelektek csütörtökön a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Ennek már sok éves hagyománya van az intézmény falai között. A névadó Széchenyi István domborművét is megkoszorúzták, majd díjátadó következett. Kiosztottuk a Széchenyi díjat, ezt Tuba Őrs kapta ebben az évben. Tuba Őrs népzenében, néptáncban is maradandót alkotott, és közösségi munkája is elismerésre méltó volt. Ő a legrangosabb városi elismerés a Völcségtalentum díj mellett most megkapta a Széchenyi díjat, ezúton is gratulálunk neki. A legmeghatóbb pillanatok viszont még csak ez után következtek. Az első osztályosok ugyanis most estek át az itt hagyományos beavatási szertartáson. Megkapják a Széchenyit mintázó jelvényt, illetve elmondják a fogadalom szövegét, és így hivatalosan is a Széchenyi iskola diákjai lesznek. Az intézmény tehát csütörtökön újabb kispolgárokkal lett gazdagabb. Megtörtént a műszaki átadás, és a diákok birtokba vehetik a multifunkciós sportpályát a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium területén.
Dombóvárváros önkormányzatának és a Magyar Kézilabda Szövetségnek köszönhetően épült meg több mint 40 millió forintból. Először tartott emléknapot a Bonyhádi Városi Könyvtár névadója tiszteletére, Solymár Imre helytörténészre kerekasztal beszélgetéssel és a középiskolásoknak szervezett játékos vetélkedővel emlékeztek. Első alkalommal szervezett Solymár Imre emléknapot a Bonyhádi Könyvtár. Az intézmény ezzel a programmal tisztelget névadója előtt. A helyi születésű helytörténész munkáinak fő témája Bonyhád és a völgységkutatás. Idén jött az ötlet, hogy most első alkalommal tarthatnánk a névadónknak, Solymár Imrének egy emléknapot, hiszen eddig még erre nem került sor, és úgy láttuk, hogy más könyvtáraknál ez már bevett gyakorlat. Másrészt szeptemberben van a születésének az évfordulója, idén lenne 76 éves Solymár Imre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor ez alkalomból megemlékezzünk a mai napon róla. A könyvtárban korábban már berendeztek egy Solymár Imre emlékszobát. Most az emléknapon kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket, a középiskolásoknak pedig játékos kvízvetélkedőt szerveztek. Próbáltuk számunkra érdekessé és maivá tenni ezt a kis csapatversenyt, úgyhogy állomásokon kellett nyomokat keresniük, egy kis nyomozós feladat volt, és minden állomáson egy Solymár Imrével kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk, ehhez kaptak segítséget, Solymár Imre életrajzát, illetve QR kóddal be is olvashatták, úgyhogy a mobiljukon is Solymár Imre életrajzából kutakodhattak. Solymár Imre a térség történeti néprajzi értékeiről több mint 120 hely történeti munkát írt, továbbá folyóiratokban publikált. Kiemelten foglalkozott olyan témákkal, mint például a cikói ótemplom, megírta a völgység irodalom történetét, és alapító tagja volt a Bonyhádi Honismereti Körnek és a Múzeum Barátok Körének. Regionális híreink következnek. Téves riasztás, tűzesetek, oktatófilmekkel célozták meg az egyetemistákat. Bírságlista kizárás pályázatokból, a szabálytalan foglalkoztatás következményeiről tájékoztatott a NAV. Országos rekord is született, tor kalapácsának betonból öntött mását emelték fel egyszerre 50-en. Naponta hívják a tűzoltókat tévesen Baranya vármegyében, Pécsen az egyetem kollégiumaiból is sok hívás érkezik, mondják a katasztrófavédelem munkatársai. Ezért csökkenteni akarják a felesleges vonulások számát, amik éles helyzetektől vonhatják el a tűzoltókat. A felsőoktatási intézményben pedig a tűzkártól akarják megóvni az ingatlanjaikat. Ezért a katasztrófavédelem és az egyetem közösen készített oktatófilmeket, amelyeket a hallgatókhoz akarnak eljuttatni. Ott felejtett edény a tűzhelyen, víz a forró olajra, és kész a baj, mutatja be ez az oktatófilm. A másik videó pedig a téves riasztásokra hívja fel a figyelmet. A baranyai katasztrófavédők és a Pécsi Egyetem együttműködéséből született a két alkotás. Amikor téves jelzéshez vonul egy tűzoltóautó, akkor az egyébként azt kivonjuk a rendszerből, lehet, hogy egy éleshez is kellene menni ebben az időpontban, úgyhogy ezeket szeretnénk csökkenteni, ez egy stratégiai cél egyébként a cégnek az életében. A másik kis filmünk, az pedig egy ilyen megelőzős jellegű film, tehát egy hatósági tudatos megelőzést végzünk. Ismerni kell az embereknek azokat az alapvető, nagyon alapvető dolgokat egyébként, ami ahhoz kell, hogy ne okozzunk tüzet. Így foglalja össze a két kisfilm üzenetét a tűzoltó szakember. Karsa Róbert azt mondja, a téves riasztások napi problémát jelentenek a katasztrófavédelemnek. Az idei évben már 250 fölötti téves riasztásunk volt, tavaly pedig 300 fölötti voltunk, 351 volt talán a pontos szám, tehát nagyon sok. Ez azt jelenti, hogy az év minden napjára jut tulajdonképpen egy-egy téves riasztás. Ez nekünk célunk, hogy ezeket visszaszorítsuk. Az egyetemről is sok téves riasztás érkezik, akár egy véletlen baleset, mint a tűzjelző betörése bulizás közben, vagy dohányzás tilos helyen. Ezek elkerülését szeretnék tudatosítani a tűzoltók. A Pécsi Egyetemnek is fontos elkerülni az ilyen eseteket, mondja a kancellária munkatársa. Lekopogom, szerencsére valós tűzesetünk
éles helyzetben nem nagyon van, de szeretnénk elkerülni ezeket a jövőben is. Sajnos a téves tűzesetek száma az elég sok, főleg a kollégiumokban, ahol ugye a napi tevékenységüket végzik a hallgatóink. Jelentős ingatlan vagyont kell megvédeniük a tűzkártól nap mint nap. Figyelni kell a veszélyforrásokra az egyetemen, mondja az igazgató. Jelenleg több mint 600 ezer négyzetméter területet üzemeltetünk. Ugye itt klinikai egységekről is szó van, oktatóterektől, szálláshelyekről is a kollégiumok tekintetében, tehát napi 24 órában használják a hallgatóink. Ezekben az ingatlanokban azt szeretnénk elérni, hogy az egyetemi polgárok egy kicsit próbálják meg maguknak érezni. Ezen nekünk óriási segítséget nyújtanak, hogy ingatlanjaink jó minőségben tovább fenntarthatóak legyenek. Ezért készítettek olyan rövid, de figyelemfelkeltő és a fiatalokhoz közel álló oktatófilmeket, amelyekkel könnyebben átadhatók a legfontosabb tűzvédelmi információk. A téves riasztás esetében arra is felhívták a figyelmet a szakemberek, hogyha valaki szándékosan vonja el a tűzoltók beavatkozó egységeit nem valós veszély miatt, akkor neki ki kell fizetnie a vonulás költségeit. Pénzbírság és egyéb más hátrányai is lehetnek annak, ha valaki szabálytalanul foglalkoztatja a munkavállalóit. A hátrányokról beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy az érintett dolgozókat külön értesíti a jogsértésről az adóhivatal. Súlyos következményei lehetnek, ha a munkáltató szabálytalanul foglalkoztatja a munkavállalóit, mondta a Baranyai NAV sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. A szabálytalanságra több esetben is sor kerülhet. Ilyen szabálysértés lehet például az, hogy nem jelenti be őket, vagy bejelentik őket, de bevallást nem adnak róluk, vagy 4 órás munkaidőre jelenti be, holott a dolgozó 8 órát dolgozik, vagy pedig fizetés nélküli szabadságot jelent be, holott a dolgozó minden nap 8 órában dolgozik. Az ilyen cselekedet nem csak bírság kiszabásával jár, mondja Barlai Krisztina. Azok a foglalkoztatók, akik bejelentés nélkül foglalkoztatják az alkalmazottakat, mulasztási bírságon túl még számíthatnak arra is, hogy felkerülnek a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listájára, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listájára. Ez a lista pedig sokáig elérhető lesz az adóhivatal honlapján. Amennyiben a mulasztási bírságról szóló határozat véglegessé és végrehajthatóvá vált, erre a listára kötelező feltenni ezeket az adózókat, és a hivatal honlapján 2 évig meg kell jelentetni ezt az adatbázist. Ezen kívül további hátránnyal jár, ha valaki elkövette a szabálytalan foglalkoztatás vétségét. Bizonyos pályázatokon nem fog tudni elindulni, adózói minősítése a megbízható vagy az általános státuszról kockázatosra változik, és megszűnhet a kata vagy kiva státusza is. A jogsértésről természetesen az érintett dolgozók is értesülnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben tájékoztatja a magánszemélyeket erről. Amikor a jogszabálysértésről szóló határozat véglegessé válik, tehát bebizonyosodik, hogy a munkáltató megkerülte a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adótörvényeket, akkor erről az érintett magánszemélyeket is értesíti a hivatal. Országos rekord is született az idei HSMA erős emberek dráva kupáján. Egyszerre 50-en tartották ki torkalapácsának betonból öntött mását. A Somogyi Bolhón rendezett versenyre 3 vármegyéből érkeztek erős emberek, akik például traktorgumi átfordításban és kamionhúzásban mérték össze erejüket. A verseny jótékony célt is szolgált. Kerék átfordításban, súlyemelésben, kamionhúzásban és autóemelésben is összemérték erejüket és technikájukat a résztvevők Bolhón. 3 vármegyéből érkeztek versenyzők a HSMA erős emberek dráva kupára. A legidősebb induló, az 56 éves Szabó Ferenc 5 éve kezdte a súlyok emelését, tolását, görgetését. A bolhói megmérettetést hosszú edzések előzték meg. Ugyanezeket a versenyszámokat csináljuk, ugye heti 4 alkalommal, és mondjuk 4-szer egy ilyen 1,5-2 órás edzés. Ilyen kemény edzés, tudva edzést csinálunk, előültetni vele tartást.
Nem csak az erő a fontos, hanem a technikán is sok múlik, mondják a versenyzők. Magyar Levente pedig mindkettőben a legjobb volt, hiszen idén is ő nyerte el az elsőnek járó kupát. A fordításnak az a technikája, hogy valahogy nyúljunk alá, és igazából robbanékonyan lábból egyenes háttal próbáljuk meg minden nagyobb erővel fellökni, és ott kezdve csak átlökni. Több százan szurkoltak a résztvevőknek a bolhói megmérettetésen, amely nem csak egy verseny volt, hiszen rekordot is állított az az 50 ember, akik egyszerre tartották ki Thor híres kalapácsának betonból készült 50 darab másolatát. Ez tulajdonképpen 50 fő egyszerre történő torkalapács tartásának a rekordja volt, amit hát maradéktalanul mind az 50-en végre is hajtottak. Mindenképpen fontos volt, hogy egységesen, egyszerre, és hát legalább 20 másodperces időtartamig tartsák, hiszen ez az egyszerre egységes rekordkísérletnek egy tipikus példája volt. A kis településen már nem először szerveztek erős emberversenyt. A megmérettetés jó alkalom arra, hogy a résztvevők számot adjanak rátermettségükről. Emellett jótékony célt is szolgált a rendezvény. A verseny az természetesen komoly, a versenynek a tisztaságáért Darázs Ádám felel. A versenynek a célja igazából az, hogy jól érezzük magunkat, egészségesek legyünk, illetve itt van a helyszínen a Csodalámpa Alapítványnak egy kis sátra, és szeretnénk támogatni mindenképp a beteg gyerekeket. Tehát, hogyha mi is egy kicsit hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy egy kívánságuk teljesüljön, akkor azt a magunk módján megtesszük úgy, hogy rendezünk egy versenyt, és ott adunk nekik helyet erre. A szervezők 2024-ben kétnapos drávakupát szeretnének lebonyolítani. Az első napra többféle egyéni és csoportos rekordkísérletet terveznek, amíg a második napon az erős embereké és a versenyé lenne a főszerep. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. A szüreti fesztiválon fosztogattak, a rendőrök gyorsan elfogták az apát és annak 15 éves fiát. Széchenyin a Bonyhádon a helyi általános iskola névadójára emlékeztek. Ukrán gabona dömping, nehéz helyzetben vannak a hazai termelők. Solymár Imre emléknap, a helytörténészre emlékeztek. Pénteken délelőtt szerte a Dunántúlon, majd a déli óráktól már a középső és keleti térségben is felerősödhet a déli délnyugati szél. A Dunántúlon várhatóak a legerősebb 50-60 km/h körüli széllökések. Országszerte nyáriasan magas maximum hőmérséklettel számolhatunk. Éjjel már zömmel felhős égbolt valószínű. Északnyugaton hidegfront érheti el az országot. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!